Na szevasztok, ez itt a Grill Light, ez pedig egy kis Atari 2600-as felvétel lesz ismét. Így mi? Láthatjuk az időt is. Alakulgatnak a dolgok. Fejlődik a gyűjtemény is, ahogy látjuk. És akkor itt vannak a cartridge-ok. Egyelőre így van a lehányva az ágyra. Még nem raktam be, nem teszteltem be, nem tudom, hogy működnek-e, de elméletileg, ahogy néztem az állapotukat, szerintem nem lesz vele gond. Picikét így magasabb lett a ágy is, mert az ilyen érdekes, mert matracot cseréltem. Kellett egy jó 60 ezres befektetés, de ezen már legalább nem fájdul meg a hátam, meg én mondom, ilyen érdekesebb. Egy kicsikét magasabban lesz az is, a felvétel is. Így a kép beállításon, SCART-ra, TV végé a SCART-ra állítjuk a témát, és akkor mutatom az első cartridge-ot, ami bemegy. Ezt kérem, a labirintus. Először tévedésből rendeltem meg, úgyhogy az Atari-nak van egy nagyon jó, amolyan FPS üzemmódos 3D-szerű labirintus játéka. Na hát ez nem az. De azt hiszem az is labirintus néven van, az a cartridge is. Ez a játék rajta van egyébként a Rambo Super Game-en, nem rossz game, de hozzá kell tennem, hogy nem is a legfaszább. Egyetlen előnye végül is, amiért, pontosabban kettő, amiért nem bántam meg, hiszen 1200 forintból meglett, tehát úgy, hogy 1100-as posta költséggel, meg 1100 volt a cartridge. Szerintem ez a hülyének is megérés. Ez még a régebbi fajta, ezeken még van ilyen kis védő cucc, de ha megnézzük már az idézőjeles újabb cartridge-okat, azokban már nincsen ilyen kis belső védőtok, hogy ne legyen poros túlzottan a cucc. Na lássuk akkor. Ja igen, a másik előny, amiért megéri ez a játék, hogy lehet párba játszani. Aha, akkor így. Elég nehezen ment bele, de úgy látom, hogy jó, színkapcsoló, egy reset gomb, és akkor egy kis apró beállítás, már hozzáférek a kamerához, így. És akkor így hátul még az óra is látszódik, egy csöppet, nagyon érdekes. Na lássuk akkor a játékot. Igen, ez egy picikét lassabb, nekem rémlik, mint a Rambo Super Game-en. Gyorsabb volt a téma. Igen, ez ilyen, mint a lassabb lenne egy kicsit. És így egymás ellen lehet viaskodni. Ki is jutottam. Nem mondod, hogy ja, új pályát generált. Érdekes, mert a másikon, a Rambóson nem kellett így killódni. Picikét így. Így. Most joystickot cseréltem, ez masszívabbnak tűnik, mint a másik, vagy legalábbis még annyira nem recseg, nem ropog. Falhoz érünk, akkor ilyen érdekes elektromos hangokat hallunk, zörejek, hogyha kélünk a labirintusból. Kicsikét van egy ilyen ragyogás hatása, volt abban egy olyan jelenet, amikor Jack Nicholson nézte így a gyakorlatilag a szállodának így a érdekes ez a váltás, a szállodának a makettjét, és akkor így felülnézetbe mutatták a sövénylabirintust, és amit a makettet nézted volna, de viszont elkezdett mozogni benne a két alak ugyanígy, és így a lánya meg a kisfia így mászkált a labirintusba, és ezért nagyon érdekes, nagyon jó összevágott képsor volt, de nekem valamiért ez jut az eszembe, de csak azért, mert lehet, hogy egy horrorfilm fanatikus vagyok. Hoppa.
igen, a jó labirintus, hogy csak mindig csak egy irányból lehessen kijutni. Mint ahogy volt a Conan Exiles-nak a labirintusos pályája, de megmondom nektek őszintén, a Conan Exiles-ban a labirintusom az bonyolultabb volt ennél. És akkor így csapatjuk a dolgokat, de egy-egy megint, tehát nem értem, hogy mintha újra indítaná magát a játék, bár mindig új labirintus generál, azt hiszem a izében nem így volt. Nem kellett tűzgombot nyomkodni, meg ilyesmi. Ott rögtön átrakott egy másik pályára magától, és így lehetett csapatni. De mondom így, ez a jó, hogy ez egy ilyen kétszemélyes játék. Szerintem az ellenfél játékos is lazán átlátja a pályáknak a kijátszhatóságát, és valahogy igazából csak a verseny menne, hogy hogyan menjen a téma, hogyan, és itt van megint egy-egy. Mint hogyha folyamatosan újraindítgatná magát a játék. Próbáljuk meg azt majd, hogyha odaérünk a labirintus végébe, fölállok, és akkor nyomok, hoppa. De ez már kicsit komplexebb. Rossz irányba indultam el. Nem figyelek oda, mert csak pofázok. Én mondom, a Conan Exiles-os labirintusomba jobban eltévedtem, mint ebbe. Bár ezt hozzá kell tenni, hogy ez ilyen felülnézetes, tehát így le lehet vezetni így a labirintus végét, mert gyakorlatilag egy térkép is egybe a játék. Én egyszerűen, hogyha FPS módba játszol, akkor ott bizony nem biztos, hogy ki tudná találni. Egy könnyen. Na nézzük. Megint egy ilyen érdekes. Nézzük itt a select. Mi a faszom ez? Jó, van itt, ne! Na ez viszont nem volt a izébe. Na ez nem volt. A Atari Suits, vagy a Rambo Suits-ba, hogy ellenfelek is voltak a labirintusba. Ez a nehézségi szint. Na ez nem volt, geci. Kíváncsi vagyok, hogy ki tudok-e jutni. Á, és bazd meg, sikerült. Ez jó. Ez jó. Na, tudod tudóságot mutatni a játék. Remek. Komolyan mondom. Na majd egyszer, hogyha még a Rambógin bekötésre kerül, akkor megnézem én azt a izét, hogy a geci, hát ez jön utána. Jó. Aha. Hát igen. És akkor föl kéne állni, és akkor újra. Hoppá, megzabálták az ellenfél játékost is. Nem baj, legalább újra kezdődött ez. Tehát ez valahogy egyértelműnek tűnt, hogy lesz egy ilyen. Oké, playert megbaszták. Ugyebár kettő személyes alapból a játék. De még nekem tart a játék. Nekem még kétséges, hogy kijutok-e, de szép befejezést kéne tartogatni. Na. Akkor ez volt az első labirintusos game. Na majd akkor nézzük meg a másodikat. Második cartridge-ot. Ez a tenisz szupersport, vagy Real Sport tenisz. Kiváló állapotban. Látható. Na nézzük, hogy ez a game. Váltsunk. Ezért nem lehet. Reset. Egy player fast. Oké. Moment. Hasonló szintén volt a Rambo Super Game-en. Úgy látszik, hogy hoppá.
Ezt én vagyok a felső. Úgy látom, hogy automatikusan nem üt vissza. Nyomkodni kell a tűzgombot, a Rambo Super Game-esen nem kellett, csak a kezdésnél. Hoppa, én vagyok az alsó. Viszont én indítom az ő játékát is. És megint elfelejtettem megnyomni ezért. Basszátok meg, ez a játék jó. Picit nehezebb, mint a Rambo Super Game-es. Bár lehet, hogy többfajta teniszes játék is lehetett. Én a Rambósat ismertem. Annak így a zöld háttere így jobban így kicsikét, hogy mondjam, anyádat. Pihentette a szemet, mint ez az azurkékes hülyeség háttér. Bár lehet, hogy itt is majd váltakozni fog majd. Mert egy szaráver a gép. Jó, bele kell lendülni. Meg nem mindegy, hogy milyen állap, nem vagyok teljesen ráfor, ha nem pixel pontosan találom el a labdát, akkor szart se ér az egész. Én vagyok a felső. Lehet az epikus csatákat nyomni, de egy ilyen rosszabb grafikájú játéknál a pixel pontos eltalálás azért én azt mondom, hogy bazd meg, bár ki lehet tanulni, nem azt mondom. Joystick gyilkos, azt tuti. Meg jó, hogy az Atari-nak az jó minőségű, mármint az eredeti Atari-nak jó minőségű a Joy-ája. Azt így nincs vele baj. Próbáltuk volna meg ezt a Rambo Super Game-essel, szarrá, fossá tört volna az egész, apám nem győzte ragasztani. De nem is ragasztani kellett volna, hogy meglemezelni. Mert a konzol része, ahol nyomkodta így ezeket a lemezeket, az ilyen műanyag karika volt. Ó, sikerült egy találatot bevinni. Még egy találatot? Hülye vagyok, hát bazd meg. Azt hiszem, hogy én ezért az közben engem basznak meg. Bár ha nem pofáznék annyit, de akkor nyilván unalmasabb lenne a videó is. Ezt egymás ellen azért jobb játszani. Úgy nagyobb a hiba faktor így a ellenséges játékosnak. Mondom, azért tényleg pixel pontosan kell eltalálni az egy pixelből álló golyónkat, labdánkat. A teniszben labda van, nem golyó. Néha odafordul a karakter, de nem mindig. Ha testtel megyünk rá a kurva anyádat, akkor abszolút nem találja. És kezd el viszketni a tarkon, kurva jó. Jó kis ászt kéne ütni, geci. Oké, jó kicsapni, ezért tehát így lehet még... viszont az izébe sokkal szebbeket lehetett ütni. A Rambósba. Tud látom, hogy nem tudom annyira kicsavarni a labdát, mint a Rambo Super Game-esbe. Hát hiányzik az a játék. Mert mondom, azóta ez egyszerűen nem kellett nyomni semmit, csak a startnál, hogy eltaláld a labdát. Itt most itt ütésenként azért tűzgombot kell ütni. Most én vagyok az alsó. Látszik, hogy jó, elkúrom. De jó, azt zavarodik, mert ugyebár mondom, a ellenfél játékát is én indítom. Nagyon szadista a gép, bazd meg. Kurva anyádat, hát összeset beengedem. Még az elején még jó ment úgy, ahogy pár ütés elejéig. Szop ki az anyád. És nem tudom megcsavarni, hogy... Nézve. És automatikusan befele üt, és nem tudom miért. Mint hogyha a ellenség, hogy mondjam, a labdát odahúzná
az ellenfélhez. Tehát nem tudom olyan szögekbe elütni, mint a Rambó. Ez a Rambós jobb volt. Ennek egy picikét többet tud a grafikája, annak a Rambó Super Game-esnek abszolút monokróm volt, egy zöld-fehér végül is. Az nem teljesen monokróm, de kétszínű végül is. Na és ez a lényeg, hogy ott azért nem volt a ruházása kidolgozva, csak egy ilyen fehér pacákkal menté. De viszont ott tudtad irányítani a labdát. Mondom, itt olyasmi, mint hogyha mindig a izéhez húzná. A gép fele húzná a golyót. Tehát itt, na, azért csak sikerült bevinnem. Valamikor a gép is elbassza. Oké, Atari Tennis. 1983. Pont a születésem idejébe. Nos, ez volt a tenisz, szerintem ettől fölösleges ebből a gémből többet mutatnom. Sokkal jobb lesz a téma, hogyha már végre úgy játszunk, hogy ellenféllel. Tehát mondom, ezek kétszemélyes játékok pont ilyen célból lett is rendelve. Egyébként ez is valami, ez most valami 1300 volt. Ez 200 forinttal volt drágább egyébként a labirintusosnál. De egyébként élvezetes mind a kettő. De szerintem úgy veszem észre, hogy itt a gép jobban csal, mert a labdát mint mindig a magához, megütöm a labdát akármilyen pózba, mindig a ellenfél, tehát a gép fele megy a golyó. Nem tudom elcsavarni, érdekes. Ez az összes többi, például van egy a PS3-on egy teniszprogramom, egy ilyen szonikos teniszprogram, azon jókat lehetett csavarni. A Rambo Super Game-en jókat lehet csavarni. A Nintendo Multi Cartridge-on is van, ott is ott azért meg lehetett csinálni. Ez egy picit érdekes, így a gép ellen, de mondjuk igazából stresszoldónak ez is jó. El lehet vele baromkodni. Na és az egyik legszebb kinézetű Atari-s játék, amit valaha láttam, mármint 2600-ra, az a Solaris című game. Egy picikét megfirkálták a cartridge-ot, de hát igazából le van fosva, az a lényeg, hogy menje. Ezt megláttam, ezt a játékot, jaj, ejtsem le. Komolyan mondom, én ezt nem ismertem régen, csak hogy kutakodtam, hogy milyen cartridge-ok lehetnek Atari 2600-ra még, na és akkor ezt megláttam, ráadásul ilyen 2000 forintos árba volt, mondom, ezt meg kell szerezni. Picikét ilyen nehezen járnak. Elégedetlen zúgást konstatálunk. Pedig ütközésig van nyomva. Reméljük, hogy nem szar. Ne basszál már fel a kurva életbe! Pucolás lesz. Hát, hogyha kipróbálatlanul küldt el a balfasz, nagyon mérges leszek. Hova tettem a vattát? Itt van. Mert az volt írva, hogy kilettek próbálva meg minden. Teljesen, amúgy meg van firkálva, de hát ennél rosszabb állapotú pitfall, ami szó szerint megmondta eladó, amikor Pixelkonon vettem, hogy beázott, hát az jobban ment. Bár azzal is kilódani kellett. Na VD40 esetleg a Atari-ba. Azt szoktam használni egyébként. Kurva életnet, ez jó, még úgy rossz szőnyeg volt alatta. Bassza meg az eget. Neve. Korrodál vagy oxidálódva van. Hát azért lehet, hogy nem kapott takarításos ez a cartridge. Nagyon gyanúsa, vagy élek a gyanúperrel, hogy ezt aztán a kurva életben nem takarították ki sose.
teniszest még így átizéljük, bár ezt mondjuk azt nem nyúlok a izéhez, csak így a belsejét így esetleg így. Aha. Meg a teniszes. Ezt nem kell, mert ez zárt. A labirintus. A labirintus meg a tenisz az jó. Mondjuk árarányba így is rendkívül megérte. Azt kell, hogy mondjam, de ettől függetlenül bekaphatja a eladó, a faszom. Így. Kontaktspré nem árt neki. Majd ez gyorsabban elpárolog. Oké. Papírzsepi. Aha. Na hát ez nagyon érdekes, miért csinálja ezt. Mert ezzel a múltkor aztán baj nem volt. Bár... múltkor is gyorsan ráuntam, mert szétbasztak a gecibe. Gyorsan begyorsulnak. Még egy húzom a idegeket most, hogy menni fog-e a Solaris, vagy nem. Ez hogy nem sebzett meg. Eltaláltam, geci. Másik pálya. Nem úgy reagál az, hogy kellene. Hú, épp hogy elfordultam, geci. Megbasztuk. Nem basztuk meg? Viszont kilőttem volna a lövedéket. Na nézzük a térképet lent, mert ott lehet megfogni. Nagyon ott az év fele szaladgál. Oké. Kijutott ez a geci. Aha. Bocsánat, ezt most így belelendültem. Imádom a Wizard of War-t amúgy. Ha nem megy, akkor így jártam, akkor majd kipróbáljuk másik gépbe is. Vanyádat, bazd meg. Game overig játszom. Ezt a csodás gémet. Eltűnt. Predátorozik, bazd meg. Ma három köcsög. Oké, és game over. Csak akkor miért bassza le egy ilyen pixeles izébe mindig? Oké, megy a játék, az a lényeg, megy. Ez az. Na nézzük. Na? Olyan nincs, hogy nem indul el, bazd meg. No signal. Nincs jel. Kevés a kakaó, vagy mi az Istennyel?
vagy hát kéne portolnom, az is lehet illő lenne átportolni. Megint egy tenisz. Azonnal bejön a tenisz, tehát itt baj nincs. Jól van. De könnyebben is járna egy csöppet. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy nem az Atarival van baj, hanem magával, a cartridge-al. A Wizard of Wars nagyon érdekes mindig. Aha. Jól van. Oké, és gyors átteszt. Na még egyszer a Solarist egy utolsó. Utána lehet, hogy megpróbáljuk szétszedni, vagy akármi. Bazd meg, bejött! A kurva anyádat! A kurva anyád, te szemét! Nos, erre mit mondjak, baszki? Mondjuk ott még nem próbáltam, a kontaktsprém az régebb óta van. Én ezt a fajtát használom. De ezek szerint csak elindult az a kula geci. Csak valami. És már megy is. Itt ilyen rajba lehetne repülni. Ebből Atari 2006-hoz képest az elég szép játék. Mit mondja? Ezt is lehet párba? Hú, ez a bolygón megy, ez nagyon szép. Össze kell szedni a népet. Á, van pokebed, az a dokkoló egység, bazd meg. Nagyon szépek a színek benne. Jót lehet választani az étet. Azt az ufókat kell lőni. Ugye azért ne basszanak szét. Még a lövedékeiket úgy látom el lehet találni. Tehát ez ilyen üldözéses, ufó lövöldözős jelenet. Érdekes, hogy bekerült a kontaktspré rögtön. Rögtön beindult a játék is. Milyen érdekes van. Erről csak egyébként gameplayt láttam, mi ez az első játékom. Ez a Rambóson se volt rajta. Meg azt hiszem, amit kiadtak, Atari Flashback, szerintem azon sincs. Bár már mindjárt majd videó után, ha ráunok a játékra, majd megnézzük a dobozát, hogy azon mi van. Na az a baj, hogy balra nyomom, jobbra megy, jobbra nyomom, balra megy. Ez egy érdekes irányítása van neki.
ezek nem bolygók lennének, hanem... Na nézzük, hogy hova lehet ugrani. Ez micsoda? Nézzük. Egy Szaturnusz. Ja, csak egy ilyen ugrás animáció, amiben lőhetünk. Célkeresztben, ott az alsó radaron kell figyelni az ellenfeleket. És úgy hangolna a cuccot, hogy aránylag a radaron rajta legyen a célkereszt közepibe. Jó, strapabírő egy gyűrhajó. Ja, fölfele, tehát így, tényleg ilyen háromdimenziós irányba haladhatunk. Ilyen hátulnézetes módba. Scanner. Ó, érdekesek a harcok benne. Változatos a játék, nekem azért tetszik. De ez tényleg ez a balra húzod, jobbra megy, jobbra húzod, balra megy című műsor, ez így faszom. Mondjuk legalább a lemeg a föl az a helyén van. Csak ez egy kurvára összezavar, mert ösztönből arra húznád, hogy jó legyen, de... Hát ez így erre ráállni, hogy... Hát a nyomva tartom a gombot, nincs autólövés. Érdekes. Nekem azt tetszik, hogy a bolygó felszínen megyünk. Próbáljuk ki így a... Mi lesz, hogyha elfogynak a vizék? A pályák. Mármint a jelölése. Hoppá, hát... Most vagyunk a bolygó felszínén. Embereket kell összeszedni. Na, és ez mi volt? Nem. Üres szektorban vagyunk, direkt. Animáció. Tehát az előző lehetett a Game Over, bár ez egy érdekesség, hogy Atari nem lett volna rá kapacitása, hogy kiírja, hogy Game Over, vagy mi a faszom. Rájössz, hogyha áll a játék. Ott az ember. Vagy élet. Egy emberke. Így bele kell menni, mint fasz a pinába. Jó. Ja, felszállunk, azt jön az animáció. Hoppa, ember. Oké. Vagy szétlőttük a cuccost. Ez nem tetszett, úgy látom a játéknak. Jól van. Úgy látom, hogy rembe megy az egész. Ja. Még egy gyors teszt. Kivesszük a Solarist. Betesszük a labirintust. Lehet, hogy csak az, hogy meg kellett járatni a izét, az is lehet. Magát a cartridge-ot. Na vissza a Solarist, hogy
Pedig amúgy könnyen bedokkol, ez szokatlanul könnyen bemegy. És már jó is. Fasza. Akkor lehet, hogy így tényleg így el volt egy kicsit korrodálva a téma. A tenisznek van egy kis intrója. Oké. Állat. Minden tökéletesen működik. Jó van akkor. Így nem buktam. De viszont szerintem ez az mutatja be, hogy a kedves aladó nem tesztelte be a cartridge-ot. Mert akkor ezek szerint akkor most, na mindegy, takarítás után, meg némi kibehúzogatás után akkor beindult, tehát akkor a cartridge-on lehetett valami dzsúva, vagy valami tényleg így korodált, vagy picit, vagy nem tudom. Akkor jobban odafigyelhetne. Jó, de mondjuk 2000 forintén, és aránylag tényleg annyi a baja, hogy tollal össze van firkálva, szerintem azért az fasza. Nos, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez egy ilyen kis akciódús videó volt, de na kérem, ez jutott most. Egyébként le van rendelve egy NES-es játék is. Azt is kifejezetten olcsón jutottam hozzá. Na, annak még meglepetés, az lehet, hogy valószínűleg jövő héten fog jönni. Vagy nem, vagy úgy járok, mint a Giallo filmemmel, hogy nem jött ki. De hát viszont visszarefundolták a pénzt, aminek kifejezetten örülök. Na, csá-csá!